És ezért elmentem a Tókiói Orvostudományi Egyetem korélettani tanszékére, hogy megtudjam, hogy mennyi a jódbevitel Japánba, és hogy Péter említette, ugye én úgy tudom, hogy 6840 szigeten élnek, ebből négyet látunk a térképen, mindenhol érvényesül az árapály jelenség, az ár kihordja az iszappal együtt az élőlényeket, meg a növényeket, meg az állatokat, és akkor a japán megjelenik egy vödörrel, és összeszedi ezeket az élőlényeket, és vagy nyersen fogyassza el, vagy egy kicsit megpárolja. Bementem a korélettani tanszékre, ahol egy nagyon öreg, citromsárga úr fogadott, és háromszor megkérdezte, hogy honnan jöttem. Hát mondtam végül, hogy Magyarország, Magyarország, Magyarország. Egyszer csak földerült az arc, és azt mondta, hogy osztrák-magyar monarchia. Mondom, igen, de körülbelül 100 évvel korábban. Azóta önállóak vagyunk. És akkor kérdeztem tőle, hogy mennyi a napi jódbevitele a japánnak. Az volt a válasz, hogy nagyon sok. És akkor elmondta, hogy a tengeri állatokban mennyi a jód, és ugye Japánban nincs más, csak a tengerből kifogott állat. Aztán elmondta, hogy a moszatok, az algák rengeteg jódot tartalmaznak, de ugyanígy a lamináriák, a nád, és hogy a japán ezt teszi meg, majdnem nyersen, és ezáltal a jód bevitele a megszokott mondjuk 150 mikrogram helyett 1500 vagy 15000 mikrogram. Tehát nagyságrendekkel több a jódbevitel, és ezért azok a jelenségek, amiről a Péter itt összefoglalóan szépen elmondta, hogy milyen tünetek és milyen jódhiányos betegségek fordulnak elő, az Japánban nincs. Elképesztően magas a 100 éven fölöttiek száma, a legmagasabb Japánba, ezek mind hasznos tagjai a társadalomnak, 100 év fölött is úgy dolgoznak, mint a fiatalok, jól vág az eszük, működik az érdeklődésük, tehát a japán csoda titka a jódbevitel. És a japánoknál hiába nézik azt, hogy mennyi a jódhiányos tünet, kiderül, hogy alig van jódhiányos tünet, és az amerikaiaktól pedig azt hallom, hogy borzasztóan fontos a japánoknál az, hogy ők 6840 szigeten élnek, és a tenger tálcán hozza nekik a jó hatásuk friss tengeri készítményeket, és ezt a japánok nem hagyják ki. Na most az úgynevezett Nemzetközi Jód Bizottság az kitalálta, hogy egy felnőtt embernek a napi bevitele az körülbelül 150 mikrogrammot kérne jódból. A kismamák egy kicsit többet, a sportolók egy kicsit még többet, és így tovább. De ez Magyarországon úgy valósul meg, hogy nem méri el a napi bevitel az 50-60-70 mikrogrammot, vagyis jódhiányos területnek minősítik az országot. És ezért van az, hogy milliárdokat kell költeni arra, hogy jódhiányos betegségek tömege fordul elő az országból. Még ha lenne is jód, a Péter nagyon helyesen elmondta, hogy a Mendelejev táblázatban a jód előtt lévők erősebbek, mint a jód, és elpusztítják. Na most azt tudják, hogy a
a víz fogyaszthatósága érdekében először Amerikába kezdtek belevinni klórgázt a vízbe 1921-től, és akkor kiderült, hogy onnan kezdve Amerikába egyre több az a betegség, ami károsítja az ízületeket. Tehát ízületrontó a túl sok klór. Aztán kiderült, hogy ugye a jód, a fluor tönkreteszi a brómot, a klort és a jódot, meg az asztáciumot, és így tovább. Tehát itt van egy olyan érdekes dolog, hogy akkor estem én kétségbe, amikor kiderült, hogy a nemzetközi szervek azt ajánlják az országoknak, ahol jódhiány van, hogy tessék beletenni konyhasóba. És ezzel sokkal nagyobb a jódvesztesség, ezzel a klórozott vízzel például, mint hogyha valahol tárolnánk a jódot. Tehát tessék elképzelni, hogy a szívgyógyászoktól kezdve tulajdonképpen az egész orvostudomány azt mondta, azt állítja, hogy nem szabad olyan sok sót enni, mint amennyit a magyarok esznek. Az körülbelül másfél deka naponta, és a magyar szeret úgy utána sózni. És az utána sózás összes rossz tulajdonságát felsorolja a orvostudomány, tehát csináltak egy megoldást, amivel ezt a néma járványt megpróbálják rendbe tenni, de az egyre több bajt okoz, tehát rossz az egész megoldás. És még azt is szeretném mondani, hogy a pajzsmirigy mellett ott van a mellékpajzsmirigy, ezen a kis lepkén, ami itt van a gégefő alatt, és elképesztően rossz a helyzet tulajdonképpen. És az a véleményünk, hogyha jóddal föl lenne töltve a szervezet, és a szervezetben mindig lenne egy védő, úgynevezett jód tükörmennyiség, akkor a krónikus degeneratív betegségek mindegyike visszaszorulna. Tehát itt van egy olyan megoldás, hogy ezzel a jóddal, ami nagyon hasonlít a tengeri termékekben lévő jódhoz, amit nekünk sikerült előállítani 40 évi munkával, meg igazolni a klinikai kísérlettel, az olyan érdekes volt, mert mikor Fukushimába létrejött az a cunami, ami tönkretette az atomerőműveket is, vagy az atomerőművet, akkor a japánok érdeklődtek a jódunk után. Mert képzeljék el, hogy elkezdett sugározni a tenger. Olyan jódizotóp került bele sok, a 131-es, és olyan cézium izotóp, aminek a jódnál a felezési idő körülbelül egy hónap, tehát viszonylag könnyen lebomlik viszonylag, de a cézium meg sugárzó marad körülbelül 80 évig. 80 év. Tehát most is lehet hallani, hogy a Ukrajnában növő növények, fák vagy gyümölcsfák olyan termékeket hoznak létre, amiben magas a cézium tartalom. Erről nem is mernek beszélni, közben ugye azért a hivatalos eredmények azt mutatják, hogy nem csak a jód, radioaktív jód ellen kellene harcolni, hanem a cézium ellen is. És ez még nincs megoldva. Ukrajnában a megszületett gyerekek a csernobili katasztrófa után körülbelül 30-40%-ban olyan pajzsmirigyel jöttek létre, ami elrákosodott. Tehát nagyon nagy a beteg gyerekek aránya még ma is. Úgyhogy érdekes a téma, megérdemel annyit, hogy az ember foglalkozott vele,
És befejezésül azt szeretném mondani, hogy a jód előtt engem az érdekelt, hogy mi van azokkal az összefüggésekkel, amire Sós József professzor úr hívta fel a figyelmet az 1950-es évek elején, hogy van egy olyan elképzelése a Sós professzornak, hogyha az alkáli és az alkáli földfémeket úgy állítjuk össze, hogy a napi táplálkozással bevitt nátrium és kalcium, osztva a napi bevitt káliummal és magnéziummal, ez a hányados közelítsen az egyhez, mert minél nagyobb lesz az eltérés a bevitt ionok arányába, annál inkább beteg lesz a társadalom, és a szív- és érrendszeri halálokok száma megállíthatatlanul nőni fog. Tehát amikor én tanultam a Sós professzor úrnál, akkor az volt az érdekes dolog, hogy azt mondtuk, hogy Magyarországon a szív- és érrendszeri halálok az körülbelül 30-32%-ot tesz ki. Elmúlt körülbelül 50 év azóta, vagy 60, és kiderült, hogy a szív- és érrendszeri halálok aránya fölemelkedett 30-32%-ról közel 60%-ra. Tehát több, mint minden második magyar szív- és érrendszeri halálok miatt pusztul el. Ezzel kapcsolatban fölhívom a szíves figyelmüket, hogy én régóta foglalkozok ezzel a témával is, és most jelent meg egy könyvem, amiből hoztam néhány darabot, aminek az a címe, hogy a kapilláris rendszer terápiái. És ebbe azt próbálom megközelíteni, hogy hogy lehetne a 60% körüli halálokat lecsökkenteni mondjuk 10-15%-ra. Köszönöm, hogy meghallgattad. Tisztelettel megköszönöm, professzor úr, hogy újra tanulhattunk, és szeretném felkérni a leghűségesebb és a legjobb tanítványt. Mikor én Szücs Károly urat megkérdeztem, hogy vállal-e egy előadást, szó szerint azt mondta, a világ végére is elmennék a professzor úrért. Azt hiszem, ez nagyon sokat jelent. Kedves Károly, szeretnélek megkérni, hogy mondd el gondolataidat, és én annyit szeretnék csak elé tenni, hogy Károly nagyon jó szakember, nem orvos, nem természetgyógyász, gépészmérnök a legkiválóbbak közül. De több mint egy évtizede az emberi testet is legalább olyan, és annak a működését olyan módon kívánta megismerni, mint a gépekét. Legalább egy kicsit utánozzuk mindannyian. És hogy fel lehet nőni arra, hogy nem csak a saját testem ismerem, hanem segíteni is tudok másoknak, arra azt hiszem Károly a legjobb példa, aki elismert szakember és életmód tanácsadó a főszakmája mellett. Jó napot kívánok! Szűcs Károly vagyok, és most arról szeretnék beszélni, hogy telt el ez a 25 év, mert török professzor tanárúrral közösen végigjártunk. Nagy idő, 25 év, egy generáció ideje. Ez 89-ben kezdődött, tanárúrral, akkor először találkoztam egy reflexológiai tanfolyamot. A tanfolyamot a Koller Judit szervezte, és úgy mutatta be a professzor urat, hogy óriási kegyben van részünk, olyan, mintha a miniszterelnök jött volna el hozzánk tanítani, ugyanis annyira elfoglalt
és olyan fontos beosztásban dolgozik professzor úr, hogy ezt külön érdem, hogy minket tanított. Akkor volt a Kertészeti Egyetemnek a rektora. Tehát 89-ben igazándiból én csak úgy érdeklődtem az egészséges világ, vagy emberi szervezet után, de amikor én megláttam tanár úrnak, meghallottam a tanítását, akkor ott valami megváltozott az életembe. Azt mondtam, ha valaki ilyen hatást tud rám gyakorolni, egy egészségesebb élet érdekében, ez a reflexológiával kapcsolatban, akkor itt több van annál, mint csak az, hogy egy tanár kiáll és elmondja a tananyagot. Akik ott voltunk, mindenkinek ez volt a véleménye. Akkor bennem született egy döntés, 25 évvel ezelőtt, hogy valamilyen ürüggyel, vagy valamilyen módon közelebb kell kerülni ehhez az emberhez, és ezt a tudást közelebbről kell megismerni és gyakorolni. Majd amikor levizsgáztam, és utána még találkoztunk egy év múlva tanárúrral, mert volt ennek a reflexológiai tanfolyamnak egy haladó változata is, és akkor is találkoztunk, és megerősödött bennem ez a hit, amelyet akkor tanárúrnál láttam. Majd néhány év szünet után Banszky Judit szervezésében Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesülete belül egy természetgyógyász tanfolyamot hirdetett, és én elmentem. És akkor a csodálkozástól, hogy te jó ég, én a professzor úrral találkoztam ismét. És onnantól kezdve gyakorlatilag majdnem azt lehet mondani, hogy napi kapcsolatunk van. Hiszen ritka, amikor úgy telik el hét, hogy tanár úrral vagy ne találkoznánk, vagy ne beszélnénk. Elsősorban természetgyógyász és tudományos munkákról. De visszatérve ahhoz a természetgyógyász tanfolyamhoz, akkor ott a csodálat az ismét föllángolt. Természetesen a tanár úr úgy adta át a tananyagot, hogy az valami belső lelkesedést indított el bennem. És ez a lelkesedés odáig fajult, hogy ezután a tanfolyam után a tanár úr sorba tartotta az egyesületbe a tanfolyamokat. Fülgyertya tanfolyam, Duin tanfolyam, méregtelenítés tanfolyam, táplálkozástudomány tanfolyam. Sorba vette a tanfolyam, és Károly beült, és mindegyiket végigülte. Akkor még semmi különös nem történt a tanár úr szemszögéből, meg úgy senki szemszög, Károly ott ül és tanul. Majd mikor megismétli a tanár úr a tanfolyamot, a Károly megint beül, és megint végighallgatja a tanfolyamot. Na, amikor már ötödször fordul elő, hogy egy diák beül, és még mindig azután az ember tanító után érdeklődik, akkor ott valami történt. Akkor ott feltűnő volt, hogy ez már nem véletlen, hogy ez már szükségszerűségé alakult. A buzgóságom, vagy valamilyen oknál fogva tanárulat megkérdeztem, hogy megengedi-e, hogy én az összes tanfolyamát és előadását fölvegyem videóra. Úgy képzeljék el, ez lehetetlen volt egy halandó részére. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki oda ment, a tanár úr mindenkinek természetesen udvariasan és nagyon finoman azt közölte, sajnos erre nincsen lehetőség. És úgy képzeljék el, hogy a Károlynak a tanár úr ezt megengedte. Hát ennél nagyobb csoda és boldogság, amit ember megélhet, hogy egy professzornak a tudását. És akkor én ugyanúgy végigültem a tanfolyamokat, vittem a kis videómat, és fölvettem. Na, azután, akkor még kazetta volt a divat, ezeket a kazettákat mind át kellett ültetni CD-re, meg DVD-re. Majd a Banszky Judit megkért,
hogy ezeket a DVD-ket biztosítsam a számára, és mindenből adtam a Bánszki Juditnak ezekből a DVD-kből. És innentől kezdve elindult egy folyamat, amely folyamat a mai napig tart. Tanár úr egyszer szólt, hogy Károly, jó lenne az Etibe levizsgázni, legalább reflexológiából. És akkor a Károly vette a lapot, és a tantusz leesett, és elment az Etibe levizsgázni. Természetesen megfelelő elő tanulmánnyal és gyakorlattal. És amikor az Etibe volt a oklevél átadás, ott föl kellett esküdni, mint magyar természetgyógyász, és mikor átvettem az oklevelet, a tanár úr kint ült az elnökség széksorába, és én oda mentem tanár úrhoz, és azt mondtam, köszönöm szépen, emlékszik tanár úr, köszönöm szépen, hogy ez az oklevél kitűnőre sikerült. Ebben a tanár úrnak nagyon nagy szerepe volt. És akkor jött az akupresszúra tanfolyam és eti vizsga, és utána jött a gyógynövény, ismeretek és vizsga, és így léptünk tovább és tovább. Innentől kezdve együtt működésünk és kapcsolatunk abszolút szabad utat kapott. A tanár úr valamit fölismert bennem, hogy itt nem csak egy egyszerű hétköznapi tanulóról van szó, hanem egy olyan emberről, aki isteníti az egészséget, isteníti a tudást, és a tudásvágy oly nagy mértékben valahogy kisugárzott belőlem, hogy ezt a tanár úr ezt az információt nagyon-nagyon jól vette. És akkor utaztunk rengeteg helyre, elmentünk Moszkvába. A tanár úr, ha jól tudom, bocsánat, tessék kiigazítani, tanár úr, a folkészüléket megtanította személyesen nekem. Fogalmam sincs, hogy valakinek, de föltételezem, hogy másnak nem tanította meg a tanár. De megtanítani csak nekem, és hogyha valakit tanítani kellett, akkor a tanár úr elküldte hozzám az illetőt, hogy majd én adja, és volt ilyen, emlékszik tanár úr Debrecenből a nagyné. Jött és megtanítottam, és lehet, hogy működik is. És akkor együtt mértünk follal. Hát élmény volt a follal való mérés, ugyanis azt vettük észre, ez egy objektív mérés. És a mérésnél nagyon sok esetben beletaláltunk a lényegbe. Tehát a tanár úr úgy adta át ezt az anyagot, hogy Károly figyeljen ezekre a pontokra, és ne így csinálja, hanem így addig tanultuk, amíg átjött az a mennyiség és minőség, hogy kényelmesen tudjak follal mérni. Egy nagyon érdekes dolog, most próbálom időrendi sorrendbe mondani, de most ez múlt héten történt tanár úrral, zseni volt, életerő nap, CEU-ba, Budapesten, Kerepesi úton. És én follal mérek. És mellettem, 5 méterre, egy másik asztalon, egy szuper számítógép, biorezonanciális mérés van, ahol mindent pontosan megmondanak, hogy melyik ásványi anyag, hol hiányzik, egy kereszt, két kereszt, a három kereszt már nagyon rossz. Oda jön hozzám egy ember, akit már ott megmértek. Azt mondja, hogy kíváncsi, hogy mi van a két mérés között. Mondom, tudja mit? Tegye le a lapot, fordítsa le, és felejtsük el, hogy mit mértek. És én megmérem. És én mondom a mért értékeket, hogy szerintem erre, meg erre, meg erre kéne odafigyelni, mert itt valami nagyobb eltérés van, mint az átlag. Előveszi a lapot az úr, és azt mondja, a csodába 3 kereszt, és így sorolja föl, hogy amit én fölhívtam a figyelmet, és ez 4-szer megfordult. Volt olyan eset ezen a napon, hogy én mértem előbb follal, és elment a számítógépes méréshez az illető, és azt mondta, a mindenit, az előbb a Károly ugyan ezeket. Vagyis itt van egy olyan információ, amit meg tudunk fogni, és figyeljenek, ez a folkészülék, ez egy végtelen egyszerű. Tehát azt lehet mondani, a világ már ez alatt a 11 néhány év alatt jócskán túlhaladta. De azt mondom,
tendenciába nagyon-nagyon hasonló értékeket mértem ki az illetők, minden egyes illetőnél, mint az a szuper számítógépnél. Visszakanyarodva még a 2000-es évekhez. Egyszer csak a Válóczi Józsival találkoztam. Egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam volt a anatómiai tanfolyam,